Lakossági bejelentés érkezett néhány napja a rendőrségre, miszerint Bonyhádvarast környékén egy földes úton valami nagy lángokkal ég. Az egyenruhások a helyszínre siettek, ahol kiderült, hogy egy kis teherautó lángolt. A jármű nyilvántartó szerinti tulajdonosa egy bonyhádi cégvezető elmondta, hogy a járműnek a bonyhádi telephelyen kellene állni, annak a használatára senkinek nem adott engedélyt. Ezt követően a bonyhádi kollégák szemlét tartottak a telephelyen, megállapították, hogy egy másik járműből ismeretlenek üzemanyagot loptak el. Rövid nyomozást követően egy 48 éves aparhanti férfihoz vezettek a szálak. A házkutatás során előkerült két gázolajjal teli kanna, amit a rendőrök lefoglaltak. A férfi később elismerte tettét, és elmondta, hogy a nyitott kapun jutott be a telephelyre, majd a furgont a benne hagyott kulccsal indította el. Hazament kannákért aparhantra, majd vissza a bonyhádi telephelyre, ahol egy másik járműből szívott le üzemanyagot, és az így megtöltött kannákat a lakására vitte, és elrejtette. Később a lebukás veszélyétől tartva egy félreeső helyen felgyújtotta a bűncselekményhez használt autót. Az aparhanti férfinak jármű önkényes elvétele és rongálás büntette, valamint lopás vétségének elkövetése miatt kell felelnie.